1950-ben a július 31-éről augusztus 1-ére virradó éjjel hurcolta el rendházukból és vitte gyűjtőtáborokba a kommunista államhatalom a salgótarjáni ferences szerzeteseket. Erre a 70 évvel ezelőtti eseményre emlékeztek augusztus 3-án hétfőn Szentmisével a Szent József plébániában, majd a rendház bejárata mellett elhelyezett emléktáblánál. A megemlékezésen dr. Vénemese, a Ferences Világi Rend helyi vezetője beszélt a Szent Ferenci életről, majd Fejes Antal Szent Kúti Ferences atya osztotta meg személyes gondolatait az összegyűltekkel. Végül Veszelovszky Balázs idézte fel a salgótarjáni ferencesek elhurcolását és az odáig vezető történéseket. 7 évtizeddel ezelőtti éjszakára emlékezünk ma, egy tragikus napra, amikor is szeretett ferenceseinket kiszakították városunkból. Mondhatjuk-e, mondhatom-e így, mintha én is részese lettem volna az ő közösségüknek. Ha testileg nem is lehettünk részesei, szellemileg mindenképp azok vagyunk, akik most itt körülálljuk az emléktáblát. Valójában azonban ma nem egy napra, hanem egy 5 évig tartó, jól kitervelt és előre megszervezett folyamatra gondolunk, amelynek záró eseménye volt 1950. július 31-e. A folyamat az egész katolikus egyház, és nem csak a szerzetes rendek, városunkban a ferences rend ellen irányult. Sajnos a legrátermettebb emberek irányították, megbízatásukat maradéktalanul elvégezve. A helytörténész beszédében felidézte Buckó Atanáz az utolsó élő salgótarjáni ferences szerzetes gondolatait is. A ferencesek közül sokan nem is elhurcolásnak, feloszlatásnak, hanem a sokkal többet mondó szétszóratásnak nevezik ezt az időszakot, utalva arra, hogy a szabadonbocsátás után egyénileg kellett boldogulniuk. A ferences lelkület az atyákban megmaradt, de közösségben többé nem működhettek 1989 őszéig. A megemlékezés koszorúzással zárult.